május 8-áig lehet beadni a pályázatokat. Kötelező dokumentumok száma nem változott a tavalyi évhez képest. Konkrétan el lehet olvasni a kiírásban, milyen dokumentumokat kell beadni. Figyelni kell arra, hogy 3 árajánlatot kell beadni. Ilyen nem volt se a vállalkozás felett, sem a turisztikában, amikor első körben voltak meghirdetve. Az adott árajánlatoknak a fordítása is szükséges. Fordítást el lehet saját magának is végezni a pályázónak, vagy pedig alkalmazni egy hivatalos fordítót. A beadáshoz be kell iratkozni az irodába ügyfélfogadásra. Mindegyik iroda ügyfélfogadással foglalkozik, hogy ne kell legyen sokáig várni, és ne legyen tumultus az irodában. És igen, minden pályázót arra szeretnék kérni, hogy az előző évekhez képest ne hagyja az utolsó hétre a beadást. Ezért nem biztos, hogy ki lesz tolva a pályázat még egy hónapra, és lehetőségük lesz arra, hogy az utolsó héten beiratkozom, még egy hónapig lehetőség nyíljen a pályázat beadására, ezért figyelni kell arra, hogy tartsuk be a május 8-ai határidőt. Én saját magam úgy tapasztaltam, hogy a turisztikai pályázatot várták a legtöbben a kárpátaljai lakosok, valamint várják azt a pályázatot, ami ilyen közepes pályázatnak nevezzük itt házon belül, ez a kis pályázatok meg a nagy összegű beruházásos pályázatok között lévő kategória, ami jelenleg még kidolgozás alatt tart, és reményeim szerint idén ezt a pályázatot is meg fogjuk tudni hirdetni, hogy tovább haladjunk. A vállalkozás fejlesztéses kategóriában kevesebb visszajelzés hallottam, de szintén várják az emberek, ugye ez az a kategória, amelyik összetartsa azokat, akik nem tartoznak sem a turisztikához, sem pedig a mezőgazdasághoz. A turisztikai pályázatot át kellett alakítanunk, látható 2016 után, hogy nem teljesen úgy teljesülnek meg a pályázatok, ahogy azt elvárásunk volt. Ezért megbíztuk a turisztikai tanást, a Kárpát-Magyar Turisztikai Tanást avval, hogy készítsenek el egy koncepciót a kárpátaljai turizmusról, valamint arról, hogy milyen szférákban és hogy kellene fejleszteni a turizmust kárpátaljai lakosok között, valamint elsősorban azok között, akik falusi zöld turizmussal foglalkoznak. Kiírás teljesen más, mint az első kiírás a turisztikai pályázatban. Itt vannak kötelező dokumentumok is, valamint olyan dolgok, mint mondjuk minősített vendégházakra lehet csak beadni a pályázatot, és más olyan dolog, amire minden pályázónak fel kell figyelnie, és figyelmesen át kell olvasni a pályázati kiírást, valamint újdonság még az a kiírásban, hogy nem csak eszközbeszerzésre, hanem beruházásra is lehet pályázni. Ezt olyan szinten kell érteni, hogy nem teljesen új építkezésre, hanem tegyük fel egy felépített szobában vagy házrészlegben lehet pályázni WC kialakításra, vendégszoba kialakításra, konyha kialakítására, felújítására, ilyesmi típusban, de egy beruházás kategóriát is nyitottunk. A kiírások már a honlapon teljesen elérhetőek, a kategória is látható, hogy eszközbeszerzés 1,5 millió forint összértékben maximálisan lehet pályázni támogatásra, beruházás esetében pedig 5 millió forintra.